December 6-a minden gyermek számára egy fontos dátum. Az aparanti önkormányzat pedig évről évre igyekszik még emlékezetesebbé tenni számukra ezt a napot. Idén is időben nekiláttak az előkészületeknek, mindenki névre szóló csomagot kap majd. Korcsoportonként fiúknak és lányoknak válogatjuk szét az ajándékokat a Mikulás csomagba. Úgyhogy minden korcsoport megfelelő játékot kap. A sok-sok meglepetést pedig nagy odafigyeléssel pakolták az ünnepi hangulatú szatyorba a Mikulás idei segítői. Ez már nagyon régóta él az önkormányzatnál ez a hagyomány, de a tavaly évben alakítottuk át egy kicsit másképp, hogy összekötöttük a Mikulással az ajándékozást. Ugye a vírushelyzet miatt nem tarthattunk rendezvényeket, így azt találtuk ki, hogy az önkormányzat egy Mikulást alkalmaz, aki házhoz viszi az ajándékot a gyerekeknek. Úgyhogy a tavaly évben hirdettük meg először, hogy rajzoljanak, írjanak levelet a Mikulásnak, és aki rajzol vagy ír, az ajándékot kap december 6-án este a Mikulástól. Az idei évben annyit módosítottunk rajta, hogy nem csak édességet, hanem játékokat is visz a Mikulás, úgyhogy korcsoportoknak megfelelően készítjük el a csomagokat, és juttatjuk el majd a gyerekeknek. A gyermekek amúgy is szeretnek alkotni, és ők még szülői segítséggel javarészt, de örömmel vetik papírra álmaikat, vágyaikat, a Mikulásnak címezve. Ez pedig bőven elég ahhoz, hogy az önkormányzat egy ajándékcsomaggal honorálja ezt a gesztust. A gyerekek kreatív megnyilvánulása persze nem feltétele az ajándéknak, minden kis és fiatal korúnak készül csomag. 18 év alatt mindenki részesül, azoknak majd kijelölünk egy külön napot itt a polgármesteri hivatalban, és akkor átvehetik az ajándékot. Úgy gondoljuk, hogy fel kell dobjuk a szürke hétköznapjainkat, és tényleg annyira lelkesek voltak a tavaly évben, hogy idén még nagyobb elánnal vetettük bele magunkat a munkába. A tavalyi év volt az első, hogy a Mikulást megkérte az aparhanti önkormányzat, hogy minden olyan házat keressen fel, ahol gyermek lakik. Nagyon pozitív volt, ahogy jártuk körbe a Mikulást Krampuszként, azért elkísértük, és még a felnőttek is integettek nekünk, úgyhogy a Facebookon, amikor beszámoltunk az eseményről, akkor nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Igazából ugye most azért nehéz időszakot él az önkormányzat, de azért a gyerekekről tényleg nem akartunk megfeledkezni, úgyhogy ez a korcsoport a 18 év alatt 4000 forint értékben kapnak ajándékot. A 160 Mikulás csomag pedig nem csak finomságokat rejt majd. A kategóriákat úgy alakítottuk ki, hogy baba kategória, ovis kategória, alsós, felsős és középiskolás, és akkor ennek megfelelően válogattuk össze a csomagokat, hogy legyen lánynak, fiúnak való, és a felsősök, meg az alsósok, a babák és az ovisok kapnak ajándékot is, mármint az édesség mellé, és a középiskolások meg csak édességcsomagot. Az aparhanti családok december 6-án 15 óra után számíthatnak a Mikulás és Krampuszai érkezésére.